nem azt számít, hogy hol jártál iskolában. Jó vagy matekból? Hát akkor jó kéne legyél németből, és romából, és magyarból, és földrajzból, és történelemből is. Érzem azt, hogy szar ez az egész, hogy miért kell mindent is tanulja, hogyha én tudom magamról, hogy nem vagyok jó rajzból, nem szeretem a rajzot, világéletemben tudtam. Miért kell kínlódjak én azzal, hogy rajzolok? Kell rajzolni mindenkinek, fejleszted ezt a képességedet. De ne számítsák bele az általánosba, és aztán az általános alapján téged beítélnek, bekosbe, skatujáznak valahová, hogy mennyire vagy ügyes ember. Igen, vagy legyen az, hogy akkor tényleg egy-négy osztályban csináljál mindent is, és akkor ott már látja a tanítónéni, hogy miben vagy jó, mit érdemes neked tovább csinálni. Amikor megalkották ezt az iskolarendszert, akkor nem létezett még azt, hogy internet. Csak hát azóta hatalmasat változott a világ, és most nagyon fontos lenne, hogyha arra tanítanák meg a gyerekeket, hogy hogyan találnak meg az információt, és hogyan különböztet meg a valóst a hamistól. Hogyan ellenőriz le azt, amit találtál, hogy igaz vagy nem igaz. De az is lehet, hogy mire az iskolarendszert annyira forradalmasítják, hogy erre tanítanák a gyerekeket, addigra a technológia megint olyan fejlődne, hogy már nem is lenne erre szükség. Beültetnek egy csippet, és hozzáférsz az internet összes tudásához csak a gondolataiddal. Na, mert igen. Amúgy dolgoznak rajta. Elon Musk. Na igen, de akkor nagyban megszűnik az iskolának a szerepe. Hát akkor lehet, hogy ők is úgy vannak vele, ha már csak húzzuk ki még legalább 100 évig így. Igazából ezzel az egészen a célom az volt, hogy az iskolarendszert nem fogják most átalakítani. Viszont a szülőknek nagyon nagy hatásuk van, nagyon nagy beleszólásuk van abban, hogy mi történik a gyerekükkel. Szerintem a szülők lehetnének azok, akik megértőbbek lehetnek ilyen szinten. Tehát, hogy ne kínozzák a gyereküket azzal, amivel nem muszáj, hanem próbálják abban támogatni, amiben jobbak. Igen, de mindaddig, ameddig a média számít, megint előjön az, hogy szerintem fontos, hogy milyen oktatási intézménybe kerülsz. Vagy azzal se értesz te egyet? Hogy igenis fontos az, hogy milyen tanintézményben tanulsz? Én nem értek egyet. Már régen úgy vagyok ezzel, hogy nem azt számít, hogy hol jártál iskolában,